Ez pedig szolnoki labdaszerzés, Ford tette jóvá úgymond hibáját. Ez pedig egy sportszerűtlen hiba. Strahinja Milosevic ellen. Játékvezető most magyarázza el Aleksicsnek és Milosevicnek is, hogy mit ítélt és miért. Szóval Milosevic sportszerűtlen hibája, ráadásul mondta a játékvezető Aleksicsnek, hogyha még egyszer arra a területre lép, ahova ő nem léphet, akkor technikai hibát fog kapni. Úgyhogy két büntető jön városi oldalról, és ráadásul a labdát is megkapják, oldalról jöhetnek majd. A büntetőt pedig Misek értékesítette, legalábbis az elsőt, aki ezzel 5 pontnál tart, most pedig már 6-nál. És akkor Lakics dobhatja be a labdát az oldalvonalról, Fodor Márton is a parketten, ő kapja. 49-54, tovább faraghat hátrányán a MAFC csapata. Fodor. Misek, az nagyon nagy passz volt, ott nincsen fújás viszont, de van fújás technikai Milosevicre. Hát erre inkább nem mondok semmit. Aleksicset nyugtatja a játékvezető. Színészkedésért kapta Milosevic a technikai hibát. Leül Milosevic helyén Kovács. Hát ott volt kontakt, az egyértelmű igazából, én azt gondolom, hogy nem is kérdés. És Strahinja Milosevicet kiállítja a játékvezető. Strahinja Milosevicnek tehát el kellett hagynia a pályát. Én most megmondom őszintén, próbáltam itt megfejteni a történteket, hogy mi lehetett. Nyilvánvalóan egy dologra tudok gondolni, mert hogy gyakorlatilag neki ez a negyedik személy hibája volt, csak hogy valamit beszólhatott a játékvezetőnek.